Több mint 5200 új koronavírusos esetet jelentettek szerda este Olaszországból, és 24 óra alatt 683-an estek áldozatul a járványnak. Bár Olaszország még mindig a legsúlyosabban érintett ország a világon, de a vírus terjedése negyedik napja lassul. A több mint két hete kihirdetett országos vesztegzár eredményeire vár lélegzett visszafojtva az egész ország. A parlament alsóháza csökkentett létszámban ült össze. Rettenetes napok ezek a nemzet számára, mondta a miniszterelnök Giuseppe Conte. Minden egyes nap új haláleseteket kell tudomásul vennünk. Fájdalommal látjuk, ahogy a közösségünk elveszíti legsérülékenyebb tagjait, és ez a fájdalom minden nap visszatér. Soha nem gondoltuk, hogy egy nap olyan kamionsorokat fogunk látni, amelyek honfitársaink koporsóit szállítják. Gondolataim, azt hiszem, mindannyiunk részvétel az ő hozzátartozóik felé száll. Rómában elkezdték betegekkel feltölteni az új járványkórházat, amelyet egy szív- és érrendszeri betegekre szakosodott magánklinikából alakítottak ki. A járványtól leginkább érintett északon továbbra is lehetetlen elbúcsúzni a halottaktól. Itt egy 90 éves asszony temetnek, a tőle búcsúzókat fényképek helyettesítik a templom padsoraiban.